Szegedi kajakkenu sport már több mint 80 éves múltra tekint vissza. A sportág első igazi fénykorát a 70-es években élte a napfémvárosa. A Csapó Géza, Hingl László, Svidró József és Darvas Miklós fémjelezte korszakot olimpiai, világbajnoki és Európa-bajnoki érmek színesítették. A 80-as években Petrovics Kálmán, a 90-es években Kajner Gyula, Páger Zoltán és Boldizsár Gáspár szállította az eredményeket. 2000-től viszont egészen napjainkig már folyamatosan szebbnél szebb sikerektől hangos a város és a vízitelep. A visszavonult Storcbotont Hegedűs Róbert, Fehérvári Vince, Bohánc Zsolt, Horváth Gábor, Fürdök Gábor, Jobb Márton vagy a pályafutását másik klubnál folytató Janis Natasa épp úgy része a klub történelmének, mint Vajda Attila és Kárász Anna, illetve azok a fiatalok, akik éppen miattuk kezdték el a sportot a Felső-Tiszaparti vízitelepen. Az elmúlt évtizedekben több klub is egymás mellett élt a városban. A Szeol Déliből kivált Szegedi Vízisport Egyesület 1989 óta működik önállóan, a 2000-es évek elejére pedig hazánk egyik legeredményesebb és legtöbb versenyzőt foglalkoztató klubja lett. Az elmúlt 13 évben, ugye amiből 3 olimpiai ciklus, 3 olimpiai szereplés van benne, 5 olimpiai aranya, azt gondolom, hogy nagyon jó az az eredményesség, az a csúcseredményesség, amit az EDSD már Szeged maga mögött tudhat. Ha történelembe visszább megyünk, akkor világbajnoki aranyérmek sora, olimpiai részvétel, olimpiai érem, ugye Csapó Géza révén, tehát nagyon sok eredmény szerepel benne. Mégis talán ez az elmúlt 3 olimpiai ciklus volt, ami a legeredményesebb volt az Egyesület történelmében. Az EDF Démás Szegedi Vízisport Egyesületnek 500-nál is több igazolt versenyzője van, a kölyök kategóriától egészen a Masters-ig. A klub 13 edzővel, 10 kajakos és kenus, illetve 3 evezős trénerrel dolgozik. A klub bázisa a Felső-Tiszaparti vízitelep, amely már több nagy csatát vívott a folyóval, ám ezekből győztesen került ki. Akárcsak az egyesület tehetségei, akik ebben a Tammedencében tették meg az első lépéseiket. A vízitelepen bent kondicionáló terem, kajakkenus tanmedence, ergométeres szoba, spinning kerékpáros szoba, kis tornaterem, nagy tornaterem állnak rendelkezésre. Tehát azt gondolom, hogy viszonylag széles körben tudunk szolgáltatni, és széles körben tudjuk a saját sportolóinkat foglalkoztatni. Uszodánk van, Tisza, Matyér, Maros, olyan kondtermünk van, aki országban majdnem azt mondja, egyedülálló ergométerekkel rendelkezünk. Szóval adottság megvan, ki kell használnunk, és az Egyesület mindent megteremt annak érdekében, hogy jól szerepeljünk és jó eredményeket érjünk el. Alig van olyan város, ahol szinte minden a vízitelepen vagy a saját vízitelepén megtalálható. Nekünk ez egy nagy szerencség van. Maga a Matyérrel is, hogy állóvizes edzéseink, szerencsések vagyunk, hogy uszodánk van, vízitelepen Tammedence, egy eléggé nagy területtel rendelkezünk, a Tisza is rendkívül jó, itt a város szinte közepén folyik el, ez is nagyon nagy előny, nem kell utazni. Az elmúlt években a vízitelep is nagy fejlesztéseken esett át, a már említett és látott a medencén kívül saját konditerem és evezős ergométer is a sportolók rendelkezésére áll. Igazából itt a vízitelepen nagyon sokféle dolgot csinálunk. Egyrészt az, hogy alapvetően egy jó környezetbe, egy jó levegőn változatos edzéseket tud valakit, változatos edzéseken tud részt venni, illetve nagyon sok alap sportágat ki tud próbálni, illetve benne kell, hogy legyen, hiszen mi úszunk, futunk, a testünket erősítjük, labdajátékokat végzünk, tornatermi edzések vannak télen, tehát nagyon elég sok részét érintjük a mozgásnak. A vízitelep területe emellett még szabadidős rendezvények lebonyolítására is alkalmas. A klub által rendezett második Szegedi Vízi Szabadidősport Fesztiválon is több mint 500-an sportoltak, 150-en pedig a Tisza átúszásra is beneveztek. A szegediek annyira még nincsenek úgy tudatában annak, hogy itt ez a vízisport ez mennyire nagy lehetőségeket és mennyire nagy örömöt tud okozni. Biztatni kell azért őket, még akár
akármilyen szinten, tehát egy szabadidős sportot, hogy elkezdjen egyáltalán valaki, nem él sportot, és tényleg csak az öröm kedvéért, a jó eltöltött szabadidőért jöjjön le, de erre is azért föl kell hívni a figyelmet, biztatni kell őket, aztán már tényleg olyan, aki egyszer lejön, az utána már valószínűleg többször is lefog. A Tisza közelsége és maga a folyó pedig azonnal rabul ejti a gyerekeket. Azt gondolom, hogy a víz az egy nagyon nagy vonzó erő számukra, főleg a nyári időszakban. Azok a legszerencsésebbek, akik tavasszal kezdik el a kajakozást, mert nem rögtön a futással szembesülnek, hanem rögtön egy olyan élményt kapnak, amivel aztán a téli időszakot primán át lehet vészelni. Hihetetlen jó körülmények között tudnak dolgozni a gyerekek. Abban a szerencsés szituációban vagyunk, hogy nekünk ide jönnek le a gyerekek. Elkezdődik az iskola szeptemberben, tódulnak be a gyerekek, hogy kajakkozni szeretnének, mert látták az olimpiát, látták a világbajnokságot. Egy olyan dologgal ismerkedhetnek meg, amit Szegeden sajnos felnőttként kevesen ismernek, tehát ez maga a Tisza, a folyón való közlekedést, élvezhetik a Szegednek az egyik vonzerejét, a Tiszát, és hát nagyon jól érzik itt magukat. Látom azt, hogy a fiatalok egyre inkább akarnak a természethez csatlakozni, és hát mi lehet talán szebb, mint a kajakkenuzás. Tényleg egy vízközeli élmény, a természetbe való kapcsolódás, és hát ez nekem nagyon kedves, hiszen én is így kezdtem el annak idején egy 22 éve ezt az egész sportot, és szerintem ez egy nagyon nagy dolog. Nagyon fontos, hogy korán észre kell venni, mondjuk 14-15-16 éves korban már kialakul egy olyan képesség a gyerekekbe, hogy lehet látni, hogy mit lehet belőle majd kihozni. Tehát gyakorlatilag minden edző ezen él, hogy így a csoportjából kiválassza a legjobbakat, és avval körülbelül meddig tud eljutni. Nagyon ritkaság, mikor saját egyesületből tudjuk ezt megvalósítani. 500 gyerekből itt most már lehet válogatni bőven, és a jövő szerintem itt lesz. Igazából egy hármas célt szoktam én megfogalmazni, mind az egyesületnél, mind a dózsás gyerekeknél, mikor a szülők először találkoznak velem egy ilyen bemutatkozáson. A hármas cél az a következő. Van egy cél, amikor a gyerekeknek a képességei, genetikája lehetővé tesz, és a hozzáállás, hogy élversenyző legyen. Ehhez az egyesületben mindenfajta lehetőség háttér adod. Van egy olyan cél, amikor nagyon megszeret kenúzni, megszereti a vízitelepet, de nem lesz ilyen sportoló belőle, viszont egy életen át kenúzni fog, öreg fiúként lejön, megszereti a vizet, ezt a mozgást. És van egy harmadik cél, azok, akikkel megszerettetem magát a sportot, akik készségszinten sportolnak, akik későbbiekben is önszántukból lemennek sportolni, de nem a kajakkenuba maradnak meg, hanem valami másik sportba, és szerintem ennél fontosabb nincsen. Ha egyszer valaki megtapasztalja azt, hogy milyen egy dobogó tetején állni, onnantól kezdve csak az lehet a célja, hogy minél többször és minél többször átéri azt az élményt, hogy ott álljon fönn egy dobogón, akár a legfelső, akár a harmadik fokán, mert az egy felejthetetlen érzés. A Szegedi Vízisport Egyesület számtalan klasszist nevelt ki az elmúlt évtizedekben, a hangsúly a nevelésen van, hiszen a klub nem csak a versenypályára, hanem az életre is nevelte azokat a fiatal fiúkat és lányokat, akik vala is kipróbálták a kajakozást, a kenuzást vagy az evezést. Felsorolni is nehéz, hogy szegedi színekben kik vettek részt, sőt mi több, kik szereztek érmet felnőtt vagy utánpótlás világversenyen. Szerencsére a vízitelepen elhelyezett emléktábláknak köszönhetően az itt edző fiatalok minden nap találkozhatnak a klub egykori és jelenlegi ikonjainak a nevével, ami számukra is motiváció, hiszen komoly rangot jelent, ha valaki egyszer felkerül a listára. A jelenben is több klasszisa van a klubnak. Vajda Attila személyében az elmúlt évtized legjobb magyar versenyzőivel büszkélkedett az RDF Démás Szegedi VE. Vécsi Viktor tanítványa olimpiai bajnokként és háromszoros világbajnokként, a sportág koronázatlan királya. A parton és a vízen is óriási tisztelet övezi. Vajda Attila mellett a 2014-ben 4 világbajnoki címet szerző Kárász Anna is példakép lehet mindenkinek. Az, hogy én ezt úgy tudtam megcsinálni a karrieremet, hogy nem kellett klubot változtatnom, ez is azt mutatja, hogy a kajakkenuban Szeged az ilyen egyeduralkodó tud lenni. Mindenünk adott ahhoz, hogy itt kinevelsünk versenyzőket,
el tudjunk menetelni akár egészen magaslatokig, világbajnokságokra, olimpiákra. Tényleg sok-sok olyan versenyző van itt ma is a klubban, akik tényleg nagyon sokat tesznek azért, hogy ez az egyesület jól működjön. Én nagyon szeretem azt, hogy itt vagyunk Szegeden, nagyon szeretek itt készülni. Most mondjuk a téli felkészülésemet nem itt csináltam, de a vízjegyzéseket már itt csináljuk a Matyéren, és nagyon sokat ad nekem lelkileg is így ez a közeg, meg a pálya, nagyon szeretek itt lenni. És az egyesület részéről pedig azt tudom elmondani, hogy mindig mindenben támogatnak, és nem csak a versenyeket nézve, hanem úgy érzem, hogy ha bármiféle magánéleti problémám van, akkor abban is tudnak segíteni, vagy megkeresetek bárkit. Ez szerintem egy plusz motiváció lehet a gyerekek számára, hogy ott vannak, láthatnak, együtt tetszhetünk, esetleg hozzájuk szólok, és tényleg azt van, hogy tőlem is tanulhatnak valamit. Szerintem ez nem sok helyen van meg így. Ők tényleg itt vannak, nap mint nap találkozunk velük, a gyerekek nap mint nap látják, gyakorlatilag azért az Attilának van egyfajta legendája is az iskolában, lenne az egyesületbe is, és nagyon könnyű dolgom van, amit mondtál, mert mondhatom, hogy ebbe a padba ült, ezt a labdát fogta, mert nem volt ez annyira régen, amikor ő dózsás volt. Igen, ez egy olyan motiváció, amit nap mint nap láthatnak és találkozhatnak vele. Akár a konditeremben, akár a spinning teremben, kint a vizen, tehát ez egy nagyon jó dolog. A saját srácaim meg abban a helyzetben is vannak, hogy imádják azt, amikor például ismertetem velük, hogy ott a hajótárlóban az a hajó, az most a Vajda Attiláé éppen, és akkor teljesen oda vannak ettől, hogy ilyen közelségbe tudnak kerülni, illetve az, hogy néha találkozhatnak vele, igen. Először nem hittem ebbe az egész dologba, de a idővel rájöttem, hogy valami hihetetlen, hogy milyen vonzó erejük van az élversenyzőknek, és az élversenyzőknek az a felelőssége, hogy a jóba meg a rosszba is. Tehát ha látják, hogy mit csinálnak ezek az élversenyzők, azt először másolják. És nagyon fontos, hogy minden korosztályban meglegyen a maguk Vajda Attilája. Mert egy pici gyerek, egy fiatal gyerek az csak imádja mondjuk a Vajda Attilát, de a korosztályában mondjuk egy 2003-as korosztályban, abba a korosztályban a legjobb az, akit ő le akar győzni, vagy próbál másolni. De az etalon mindig a menő. A kajakkenu sportágban Vajda Attilán és Kárász Annán kívül is sok válogatott versenyzővel büszkélkedhet a klub minden korosztályban. A legkisebbek minden évben talicskával hozzák haza az érmeket a különböző országos bajnokságokról. A klub minden korosztályba a kölyöktől az U23-ig ad válogatott versenyzőt, így szinte egyetlen olyan nemzetközi világverseny sincs, ahol ne szállna vízre legalább egy szegedi. A 18 éves Birkás Balázs 2014-ben ismét világbajnoki címet szerzett az ifik között, de Fekete Martin is ifi világbajnok volt egy évvel korábban, 2013-ban. Horváth Alexandra a felnőtt válogatott kapuján dörömből, a maratonista Petrovics Máté pedig 2013-ban a sportág világjátékok győztese lett. Itt kezdtem, itt volt a nevelőedzőm, itt jártam végig, ahogy mondtad, a lépcsőt, és szerintem ez egy tényleg szerencsés helyzet, hogy nem kellett sehova sem mennem. Így tudtam arra koncentrálni, hogy mit kell edzeni, nem arra, hogy most ki lesz az edzőm vajon, vagy utazgatni. Úgyhogy ez mindenképp jó. Egy olimpiai pályán vagyunk, tehát edzhetünk, ami nagyon nagy adottság. Mivel hallom különböző válogatott csapattársaimtól is, hogy Nagy-Dunán edzenek, nem megfelelő körülmények között, így én egy ajándéknak gondolom, hogy a Szeged ilyen lehetőségeket ad nekem, hogy edzhetek a Matyéri pályán, illetve amikor őszi felkészülésben vagyunk, ott viszont a Tiszán is kényelmesen tudunk edzeni. Tehát tényleg minden egy helyen van. Felsorolni is nehéz azokat a saját nevelésű kajakosokat, kenusokat, akik eljutottak valamilyen világversenyre, legyen az olimpia, vagy akár egy ifjúsági Európa-bajnokság. 2014-ben minden nemzetközi világversenyen született legalább egy szegedi aranyérem. Szeretnék példát mutatni a fiatalabbaknak, és hát szeretnék hasonló eredményeket elérni, mint az elődeim, vagy mondjuk ilyen Natasa. Próbálunk példát mutatni a fiataloknak, segíteni őket, de hát ez mindenki a saját természetének megfelelően csinálja a dolgait. Alapvetően a sportág szeretete adja nekem a legnagyobb célokat, hogy minden évben odaérjek, ahova szeretnék, mert tényleg
ha valaki megérzi azt, hogy milyen érzés nyerni, akkor vágyni fog rá, hogy győzzön. És aki megérkezik arra a szintre, hogy tényleg Európa-bajnokság, világbajnokság, esetleg olimpia, ezeknek a részvétele egy teljesen más atmoszférával zsengi be az egész embert, és tényleg onnantól kezdve ez egy olyan rezgés lesz, amit nem szeretne kihagyni az életéből. Én se szeretem kihagyni ezeket a versenyeket, és próbálok törekszem is arra, hogy ezeket a versenyeket úgy éljem meg, hogy sikerekkel, mert tényleg akkora élményt tud adni, hogy ez plusz erőt ad a következő téli munkához, amit annyira nem szeretek. Bajnokokat nevelünk, ez a mottója is az egyesületnek, amely elsősorban saját nevelésű fiatalokkal képzeli el a jövőt. Mindenkiből nem lesz válogatott versenyző, de az biztos, hogy a Szegedi VIA egészséges értékrendű fiatalokat ad a társadalomnak. Az országban talán egy-két olyan egyesület van kenus szinten, mint a miénk. Gyakorlatilag ma 60-80 gyerekkel foglalkozok én magam a vízitelepen egy ilyen mindennapos edzésben, de elég nagy a lemorzsolódás, és ez nem a kajakkenu sajátság, hanem az élsportnak a sajátsága, hogy a végére már kevesen maradnak meg, de minél nagyobb a tömegbázis, az alap, annál nagyobb az esély, hogy több jó versenyző, több eredményes versenyző kerül ki ebből. Az a koncepció, hogy minél nagyobb létszámot teremtsünk meg az alaputánpótlás csoportokba, és abból minél többet tudjunk egy olyan szintre eljutatni, ahova lehetőségünk legyen majd a legvégén akár ifjúsági, akár felnőtt, vagy 23-as szinten kiváló versenyzőket képezni majd. Térjünk át most a klub másik kiemelt sportágára, az evezésre, amelynek a szegedi hagyományai még régebbre nyúlnak vissza, mint a kajakkenué, hiszen az első emlékek az 1800-as évek végére tehetők. A jelenkorban három edző vezetésével sportolnak a fiatalok. Alapvetően a gyerekek élvezik azt, ami történik, hiszen egy elég színes feladatsort tudunk nekik biztosítani azzal, hogy nem csak egy oldalú terhelést kapnak, tehát hogy értem, nem kizárólag evezésről szól ez a sportolás, hanem emellett nagyon sok kiegészítő sportágat visznek, és próbáljuk minél színesebbé tenni az első időszakot, amíg az általános képzésük folyik. Az evezésnek az a sajátossága, mint sportágnak, és ez ugye világszinten jellemző, hogy igazából ez egy felnőtt sport. Tehát akár az is előfordult, hogy valaki 17-18 évesen kezdi el, és olimpiai bajnok lesz belőle, erre elég sok példa van. Tehát ezek azok, akik komoly tehetségek, jó előképzettséggel bírnak, mert sportoltak. Egyébként bárki, aki lejön a maga szintjén, eljuthat addig, hogy magát az evezést megtanulja és élvezze, és szerintem ez a legfontosabb. Tehát először is a sportágon megismerkedjen, akár gyerek, akár idősebbről van szó, megtanulja használni, művelni, és utána ezt a saját élvezetére tudja fordítani. A klub számos evezős tehetséggel bír, közülük is kiemelkedik az U23-as világbajnok ötödik Mocsosovszki Dániel, aki 2014-ben 4 komoly világversenyre jutott ki. Mindenféleképpen Mocsosovszki Dániel nevét kell megemlíteni, hiszen ő még 23 éven aluli mezőnyben szerepel, és tavaly már volt egy világbajnoki negyedik helyezése Pozsár Bencével könnyű súlyú kétpárban. Tehát ők azok, akik, ez a két versenyző, akiben a pillanatnyilag a legnagyobb reménységünk van a közeljövőt illetően, és itt zárójelesen az olimpiát is ide kell érteni, hiszen ők olimpiai versenyszámban készülnek. Azt lehet mondani, hogy ma ők a szegedi elvezés arcai, úgy, ahogy 12-3 évvel ezelőtt Haller Ákos volt, most Mocsosovszki Dani és Pozsár Bence. A Szegedi Vízisport Egyesület nem csak egy szabadidős fesztiválnak volt a házigazdája, a klub idén tavasszal 22. alkalommal rendezte meg a Hanzó körsemlékversenyt, amelyen a legfiatalabbaktól a 9 évesektől egészen a Masters korosztályig mindenki képviseltette magát. Az idei versenyen több mint 400-an indultak, ami új rekord. A gyermekkorosztályokban szinte minden futamban legalább 20-an startoltak el. A
versenyzők megfelelő felkészítése, edzőtáboroztatása, versenyeztetése komoly anyagi terhekkel jár, így nagy felelősség hárul a klubra, hogy mindezekhez nyugodt háttér biztosítson. Az LDF Démán Szegedi V-je a névadó szponzori és az önkormányzati, valamint állami segítség mellett több támogató tudhat maga mögött, de legalább ilyen fontos, hogy az egyesület szigorú gazdálkodást folytat, valamint minden lehetséges pályázaton részt vesz. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ilyen hosszú időn keresztül meg tudtuk tartani és tudtunk szolgáltatni a névadó szponzor számára. Bízunk benne, hogy ez folytatódik tovább. A külső körülményeket nehezen tudjuk befolyásolni, a nagy gazdasági folyamatokat, illetve azokat a trendeket, amik a gazdaságban működnek, ezeket mi befolyásolni nem tudjuk, de állandó alkalmazkodással tudunk hozzájuk alkalmazkodni. Tehát igyekszünk követni az eseményeket, és hogyha lépni kell, akkor fogunk akár több kisebb támogatót megkeresve, akár állami forrásokat, vagy pályázati forrásokat mozgósítva, akár a belső igényeinket csökkentve egy kicsit, de mindenféleképpen működőképesség terén fenntartani a működést. A klub a nyugodt hátteret és a működési feltételeket biztosítja, a versenyzők pedig szállítják a sikereket. Ez csak kimondva ilyen egyszerű, rengeteg munka, munka és munka, valamint kitartás az ára, de a dobogóról visszaköszönő pillanatokért megéri ennyi áldozatot hozni a vezetőknek, az edzőknek és a sportolóknak is. Egy nagyon stabil egyesület, hála Istennek, hogy a város és a főszponzorunk az LDF Démász támogatásával egy hosszú távon is lehet tervezni. Apró lépésekkel kell előre haladni, minden egyes siker az előre fog vezetni, és ezek a sikerek fognak majd egy nagy célként kirajzolódni, amit megnevezünk magunknak nagy célként. Hajlá!